Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kossuth Lajos Gimnázium ballagási ünnepélyén Földi László képviselő urat, Hegedűs Ágotát, városunk alpolgármesterét, dr. Kürti Györgyöt, iskolánk nyugalmazott igazgatóját, Gulyás Zoltánt, gimnáziunk igazgatóját, Kozma Sándor igazgatóhelyettest, tanárainkat, a kedves szülőket, s a 2014-2015-ös tanév ballagó diákjait. Külön köszöntöm az 50 éve érettségizett 4. A-t, osztályfőnöke volt Tóth János, 4. B-t, osztályfőnöke volt dr. Márkus Artúrné, 4. C-t, osztályfőnöke volt dr. Vámosi Nándor és Velkei Pál, és 4. D-t, osztályfőnöke volt Barottai Barnabás, valamint a 60 éve érettségizett 4. D osztályt, osztályfőnöke volt Velkei Imre. Az osztály és évfolyam találkozóra érkezett volt diákok nevében Bolcsó Gusztáv, egykori 4. C osztályos tanuló köszönti a mai végzősöket. Kedves ünnepeltek, tisztelt ünneplők! Maradandó emlékek fűznek ehhez az udvarhoz, az ilyen szituációktól. 1965-ben ballagó diákként búcsúbeszédet mondhattam itt. 25 évvel később, úgy is mondhatnám, hogy 25 évvel ezelőtt, szintén felkértek, hogy kortársaim nevében, az évfolyam nevében szóljak hasonló ünnepségen. Akkor azon merengtem el itt, és most is hasonló érzésem van, hogy talán nem is illő, hogy Adi szavait idézve a parfümös, boldog, forró ifjú párák, a rózsakoszorús ifjak, leányok közt megőszülvén hervat régi koszorúinkat itt szerte szórjuk. És fél évszázad után, sajnos csökkenő létszámban ugyan, de újra itt vagyunk. Hihetetlennek tűnik, hogy ennyi idő ilyen gyorsan elröpült. Mi 18 évesen azt gondoltuk, hogy aki elmúlt 30 éves, az már olyan öreg, hogy meg se érthet bennünket. Legyetek őszinték, minden bizonnyal ez bennetek is fölmerült már. Mi szerettünk ide járni, megszerettük itt egymást, és tanárainkat is. Ezért jöttünk most is a megtisztelő hívó szóra. Sok életre valót kaptunk itt, és jóval később érettségi elnökként is tapasztalhattam, megbizonyosodhattam, hogy a mai generációk is sokat kapnak. Csak azt kívánhatom nektek, hogy 50 év múlva is olyan jó érzéssel gondolhassatok a múltak iszapján óhatatlanul süllyedő diákkorotokra, ahogy mi is, még ma is. Használjátok ki az időt, és örüljetek annak, hogy fiatalok vagytok. Ahogy Nagy László írja, ifjúság, sólyom madár, tiéd a világ, és te érted, van a világ. Ugyancsak a költő fogalmazta meg a fiatalság éltető tüzéről, amit tapasztalataink alapján, most itt jelképesen, egykori évfolyamunk nevében a ballagó tarisznyátokba szeretnénk ajánlani. Tűz, te gyönyörű! Jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakálasodva. Lélekben soha ne öregedjetek meg, 50 év múlva se. De mindenek előtt még mindnyájatoknak sikeres, szép érettségi vizsgát kívánunk valamennyien. Ezzel öregbíthetitek tovább iskolánk jó hírnevét is.
Megkérem Gulyás Zoltán igazgató urat, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ballagó diákok, kollégáim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a gimnázium ballagási ünnepségén, a tanév egyik leginkább várt eseményén. Különösen a végzős évfolyam várja ezt a napot, hiszen 4-5-8 éves pályafutásuknak lassan vége szakad. Talán a ballagás a legmeghatóbb ünnep, ezt már mindenki tudja, hiszen valóban úgy van, minden tanteremhez, minden tanárhoz, osztálytárshoz számtalan emlék kapcsolódik, és nehéz belegondolni, hogy ennek hirtelen vége szakad. A mai ugyanakkor a legjelesebb ünnepünk is, mert tanítványaink számára valódi kezdetét jelenti az önálló, felelős felnőtt létnek. Néhány nap múlva megkezditek majd az érettségi vizsgáitokat, ősztől pedig a választott pályát. Utoljára vagytok így együtt az iskola udvarán. Utoljára, mert nem lesz több becsöngetés, nem kell rohanni, hogy el ne késsetek, már aki fél tőle persze, nem kell rohanni a büfébe, nem kell másolni a házit, készülni egyik órán a másik órára, hiszen nem lesz másik óra. Elteltek a gimnazista évek. Tisztelettel köszöntöm az 1955-ben és 65-ben érettségizett osztályok képviselőit. Az élet nagy igazsága, hogy minél távolabb kerülnek a tanítványok az iskolától, annál nagyobb a ragaszkodásuk, annál jobban kötődnek hozzá, annál fontosabbak a megtartott találkozók. Ez egy különleges pillanat. Az Alma Mater nemzedékeket köt össze. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy újra ballagtak velünk, nagyon jó egészséget kívánok nekik, és azt a legközelebbi találkozójukon legalább ennyien jöjjenek el újra. Tisztelt ballagó tanítványaink! Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, nyomot hagytak mindenkiben, bennünk is. Nem is akarjuk elfelejteni, ami itt 5, 4, 5, 8 év alatt történt. Együtt örültünk minden sikeredeknek, bánkódtunk feledek, amikor nektek is valamilyen gondotok volt. Meg fog maradni bennünk ez. Bízunk bennetek, ahogyan szüleitek is. Most ők is ünnepelnek, nekik is köszönjétek meg, hogy eddig eljutottatok. És ne feledjétek, ez a látszat ellenére nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. És útra valóul fogadjatok tőlem egy Paulo Coelho idézetet. Azt hiszed, hogy egy pont felé haladsz, de ennek a pontnak csak az adja a létjogosultságát, hogy szereted. Pihenj egy kicsit, de amint tudsz, állj fel és menj tovább. Mert amint megtudta, hogy felé haladsz, ő is elindult feléd. A további életetekhez nagyon jó egészséget, kitartást, sok-sok szerencsét, sikereket kívánok. Vigyázzatok magatokra! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Átadás következik. A Cegléd 65 alapítvány díjat alapított a Ceglédi Kossuth Lajos gimnázium nevelői részére, akik kiemelkedően színvonalas oktatónevelő, illetve tudományos munkát végeznek. Ebben az évben az alapítvány kuratóriuma Barotai Barnabás tanár úrnak adományozza a megtisztelő kitüntetést. Felkérem Bognár Istvánt az alapítvány képviseletében olvassa fel a laudációt, és dr. Külti György, nyugalmazott igazgató urat adja át a gyűrűt. Tisztelt fiatalok, hölgyeim, uraim, kedves vendégek, kedves tanár úr, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, hiszen 50 év után itt állni, ugyanúgy, ahogy ti most búcsúztok, annak idején mi egy olyan alapítványt csináltunk, vagy alkottunk, ami a kiemelkedő tudományos kutató munkát végző pedagógusok részére
adományoz a kuratórium. Barotai tanár úr a pedagógusi munkáját 1954-ben kezdte el Pásztón, 1956-ig volt ott, majd ezt következően Albert Ilsán dolgozott 56-ban, 57-ben. Majd 1957. július 1-től nyugdíjba vonulásáig 1992. október 15-éig a Ceglédi Kossuth Lajos gimnázium pedagógusa volt. Ha rövidesen a matematikát nézzük, ez akárhogy számoljuk, ez 35 év. 35 év alatt több száz gyerekkel szerettette meg a biológia és a kémia tudományát. Természetesen a tudományos munkát sem szabad kihagyni, hiszen jó magam is számtalan évfolyamtársammal együtt abban az időben részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémia előadásain, amit ezúton utólag is tisztelettel és hálával köszönünk. És felkérem a nyugalmazott igazgatórat, hogy a gyűrűt szíveskedjék átadni. A közelmúltban volt a gimnáziumban az 50 éves érettségi találkozója volt osztályomnak, ami rendkívül megható ünnepség volt, már csak azért is, mert a gimnáziumi diákok ebben az időben ballagtak, és így a gimnáziumi ballagást összetudtuk kötni ezzel a rendkívül szép ünnepséggel, amely számomra nagyon megindító volt, ugyanis egy igen magas kitüntetést kaptam, egy aranygyűrűt, amelyet én nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, és nagyon remélem, hogy méltó leszek ennek a viselésére, ugyanis a 40 éves pedagógus működésem alatt igyekeztem azért a diákokat megfelelő munícióval ellátni azért, hogy mind a szakmában, a biológia kémiában, mind pedig az általános műveltségben meg tudják állni a helyüket az életbe. Az ünnepségen a volt osztályomnak a képviselői is ott voltak, sajnos eléggé kevesen, de a párhuzamos osztályokból láttam, hogy nagyon szépen voltak ott az ünneplő közönség sorai között, és nagyon meghitt beszélgetéseket tartottunk a gimnáziumnak az életéről, és azokról a kellemes órákról, napokról, amiket annak idején, 50 évvel ezelőtt együtt töltöttünk. Én visszagondoltam az én diákomra, amikor az én szüleim 1942-ben beírattak a Ceglédi Kossuth gimnáziumba, amely rendkívül nagyhírű és igen jó gimnázium volt. Hát abban az időben 8 osztályos gimnázium volt, és súlyosbító körülmény volt az, hogy 8 éven keresztül mi latin nyelvet tanultunk, ami annyira idegen és annyira különös volt, és mi diákoknak akkor számunkra nagyon gyűlöletes volt, mert a legtöbb gyenge jegyet ebből a nyelvből lehetett kapni, hogy nagyon nehezen vettük az akadályokat. De végül is a 8 év nagyon gyorsan eltelt. Sajnos a 8 év alatt történtek olyan események, amelyek szomorú emlékként maradtak meg azoknak az emlékezetében, akik még velem együtt megérték ezt a kort, és emlékeznek vissza rá, hogy 1944. augusztusában itt egy szőnyegbombázás volt, és a gimnáziumunk is találatot kapott, sőt, a gimnáziumnak két bejáró tanára is az életét vesztette a bombatámadás alkalmával.
Mi akkor 12 éves gyerekek rögtön rohantunk ki, hát ugye nem féltünk attól semmitől se, csak kíváncsiak voltunk, rohantunk ki az állomásra. Ott megnéztük azt a szörnyű pusztítást, ami a bombatámadás után volt, és bizony nagyon elkeserítő volt, és nem gondoltuk azt, hogy valaha tudjuk folytatni a tanulmányainkat. Végül is minden jól alakult, és a romok eltakarítása után 45 decemberében, illetve 44 év végén már olyan állapotba tudtuk hozni az iskolánkat, hogy ismét tudtuk a tanítást ott, illetve a tanulást ott folytatni. A 8 év eltelt, és 1950-ben kaptam meg az érettségi bizonyítványomat, amivel jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, a biológia-kémia karra, és ezt a két szakot igyekeztem aztán a diákok számára elviselhetővé és megtaníthatóvá szelídíteni. Hát, mint minden diák, annak idején én is idegenkedtem ezektől az idegen kifejezésektől, de áldottam a latin tanáraimat, akik annak idején belénk verték a latint, mert láttam azokat az egyetemi társaimat, akik nem tanultak latint, és a rengeteg növény és állatnevet meg kellett nekik tanulni latinul, hát valami szörnyű volt. Mi jóval könnyebben eligazodtunk ebbe a tudománynak, ebbe a sűrűjébe. Hát, ha nem is teljesen ilyen, de hasonló nehézségekkel küzdöttek az én diákjaim is annak idején, és ahogy visszaemlékszem az én osztályomra, a Süli Aliékra, akiket harmadikos korukban kaptam meg az előző osztályfőnöküktől, őnekik is elég sok problémájuk volt, de igyekeztem azért empatikusnak lenni, és szerepet vállalni az ő munkájukba is, a tanulmányi munkájukba is, és valamilyen módon megkönnyíteni nekik a tanulást. Ez később még nehezebbé vált, mert a kémia az sok új elemet, sok új ismeretet tartalmazott. Hát, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az atom szerkezetéről a 60-as években a gimnáziumi kémia könyvekben jóformán semmi sem volt, bizony utána kellett nézni a legújabb ismereteknek, és haladni kellett a tudományokkal együtt. Úgyhogy nagyon bebizonyosodott az, hogy a jó pap is holtig tanul, és egy tanárnak is állandó önképzéssel kellett az új tudományokhoz alkalmazkodni. És hát ilyenféleképpen azért igyekeztem mindig, hogy a diákok mindig a megfelelő és az éppen aktuális tudományokat megismerjék. Az osztályban lévők közül nagyon nagy szeretettel emlékszem erre az osztályra, ugyanis ebben az osztályban volt egy olyan esemény, amely az összes többi párhuzamos osztályban nem. Bennünket ért az a kitüntetés, idézőjelbe, hogy mezőgazdasági munkát kellett végeznünk a hét egy napján, ami abban az időben rossznak tűnt a számunkra, mert ki kellett mennünk, és amíg a többi bent ült, és bent hegyezte a ceruzát, és hát ugye a padokban tanult, nekünk ha esett, ha fújt, menni kellett ki, és dolgozni kellett. De nagyon jó, mert így legalább jobban megismerte az ember egyrészt a munkát, másrészt pedig jobban megismertük egymást, én jobban megismertem a gyerekeimet, és így jobban hozzájuk tudtam férni. Ez a mezőgazdasági munka itt Cegléd közelében a Kecskéscsárdai állami gazdaságban volt, ott paprika mag és paradicsom magtermesztés folyt nagyon szép sikerrel, és ezekben a sikerekben némiképp mi is többé-kevésbé részt vettünk, és hát hozzájárultunk a munkánkkal. Na, lényeg az, hogy ez föltétlenül egy jó pont volt a számunkra, hogy ezt a munkát el tudtuk végezni, és ha arra gondolok, hogy a mostani koncepció a tanítással az, hogy legyen valami szakma,
szakmai előképzés is a gyerekeknek, mielőtt az érettségi bizonyítványt megkapják, vagy amikor azt megkapják, akkor ez tényleg egy jó előfutára volt ennek a szakmai képesítésnek. Tehát senkinek nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, hogyha meg kell fogni a szerszámot, vagy otthon kell segíteni, vagy később az életükben ezt megfelelőképpen alkalmazni kell. Az ünnepség nagyon megható volt a számomra, és hát a gimnázium igazgatóját föltétlenül meg kell emlékezzek a kedvességéről, hogy lehetővé tette ezt a megemlékezést. A volt igazgatót, a dr. Kürti György nyugalmazott igazgató urat, és a többi tanárurat, tanárnőket és diákokat, akik részt vettek ebben az ünnepségbe, és velem együtt örültek egyrészt annak, hogy ők befejezték a gimnáziumi tanulmányokat, én pedig hát ugye jó 20 évvel később egy igen, miután befejeztem ugye a tanítást egy ilyen nagyon szép kitüntetésben volt részem, és tudtam azt az aranygyűrűt fölhúzni az ujjamra, és boldogan mutogatni a többieknek, akikkel találkoztam. Egy nagyon szép eseményen vagyunk túl. A 60. érettségi találkozót szervezhettük meg, ezen vehettünk részt. Mi sok tekintetben szerencsések voltunk, talán a jelen miatt is, hogy egyáltalán itt lehettünk. A 24-ből több mint a fele él, és majdnem mindenki ott volt, három osztálytársam a 4D-ből nem tudott eljönni, betegség egyéb miatt. Talán a legfontosabbal kezdeném, hogy mi Velkei Imre bácsinak voltunk a tanítványai. Azt hiszem, hogy ez a név, ez nagyon-nagyon sokat mond, nem csak nekünk. Én elfogult vagyok, mert azt is őneki köszönhetem, hogy orvos lehettem. Ő járta ki, hogy egy pécsi érdeklődőknek mondta, hogy Cegléden még van egy, aki szeretne orvos lenni, de valami miatt, származása miatt nem túlságosan ajánlott. Imre bácsi mindezek ellenére ajánlott, vállalta, és hál' Istennek ezt sikerült is teljesíteni. De én inkább arról beszélnék, hogy milyen kiváló osztálytársaim voltak. A 4D-ből 5-en lettünk orvosok, nagyon sok szép karriert futott be, ismertebb nevek, ugye Markovics Ferenc a fotói révén, világhírű, Liptai Mátyás. Nem nagyon ismert ez a név, ő szobrászművész lett. Franciaországban él, és a pályája egyre inkább fölfelé ível, ami nekünk nagyon-nagyon tetszik, mert először csak úgy gondoltuk, hogy ezek egy kavicsok. Hát ezek a kavicsok már annál sokkal többet érnek, több a szépség bennük, már aki ezt fölismeri. Nagyon jó nevű osztálytársaim, Farkas Berci például Cegléden műszaki osztályvezetője volt, Pintér Nándor, orvosi egyetemet végzett, a Nyíregyházi Kórház az ország legnagyobb ideggyógyászati osztályának volt a vezetője, és még a többiek is valamilyen téren mindenki megállta a helyét, és ezért is vártuk nagyon ezt a napot, hogy találkozhassunk. Minél többen itt legyünk, és egymásnak történeteket mondjunk, és emlékezzünk. Mi azért egy-két évenként találkozunk, a névsor megvan, aztán vannak itt közben keresni kell, de sikerült megtalálni mindenkit. Aki nem jött el, az annak megvan a személyes egészségügyi és egyéb olyan oka, amit tudomásul kell venni. Nagyon tetszett a mostani ballagás, az iskolának a stílusa, a vezetése,
Kürti igazgató úr idején is nagyon-nagyon szimpatikus volt, de most Gulyás Zoltán igazgató úr, amilyen jól összefogja a csapatot, hiszen van módon belelátni belső életükbe is, én nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus. Az a rengeteg kitüntetés, az a dicséret, az a sok különleges diák, akiket ott mi láthattunk, ez nekem annyira imponáló volt, és annyira sajnálom, hogy azért a mi időnkben ezekre nem volt lehetőség, amit most itt, akár a könyvek átadásánál, akár ott társadalmi és egyéb szervezetek részvételével nagyon-nagyon jól megcsináltak. Sok munkájuk volt benne, nekünk kevésbé, mert szívesen jöttek. Másrészt azért is egy különleges alkalom, hogy ugye nem csak mi 60 éve érettségizettek vettünk részt, hanem az 50 évesek, akik, ha jól emlékszem, talán 4 osztály volt, és ott mindannyian megtaláltuk a helyünket, tudtunk előtte beszélgetni, az intézet vezetője végig látogatott bennünket. Szóval én nekem ez egy örök emlék marad, ami a figyelmességnek, az emlékezésnek a példaképe. Az egészséges életmód, ez már jó néhány jó év óta megy, hát ez nekem külön családomnak, barátaimnak és a hozzám közelállóknak úgy látom, hogy ez egy jól eltalált. Nem gondoltuk mi, hogy ez ennyire jó lesz, hogy még a saját unokáimnak is példaképül szolgál. Csak egyet mondok, az előző évpálya nyertese, ugye a számítógép függőség. Azóta bizony az én unokáim betartják. Napi 1 óra hossza. És ezt tessék tartani, mert nagyon kell a számítástechnika, de túlzásba vitele az nem egy szerencsés dolog. És ezt onnan tanulhattuk meg, vagy akár a mostani címek, témák, ezek is egy úgy gondolom a gimnázium életébe beleillő és azt segítő. És az egészséges életmód, hiszen a mindennapokban is ezt tesszük, itt a saját intézetbe is, de a mindennapi életbe is. És a legjobb az, hogyha az ember maga is igyekszik példát mutatni, mert azt a példát követik szívesebben. És ebbe a gimnáziummal nagyon jó partnert találtunk. Kürti Béla bácsi nekem szinte naponta visszatérő, mert én magam is végzek egy-egy kis tornát, mert az életmódunk az nagyon befolyásolja, hogy meddig élhet az ember. Amíg fontos, amit én teszek, addig az engem jó erőbe tart, szellemi és fizikai erőbe. És ennek az egyensúlyát tartani, nyilván ez szüleimnek, a génjeimnek köszönhető, hogy itt tarthatok, és ezt is én kitüntetésnek veszem, hogy a 80. évet ez évben, ha megérem, akkor betöltöm. Szeptember 18-án lesz, de teszek érte minden nap. Az a munkahely, ami most nekem van, oda én szívesen jövök be, érzem, hogy hasznos vagyok. A munkatársaim, mondhatom, a legjobbak közé tartoznak, akik szintén szívesen jönnek ide, és azok a páciensek, akik bennünket fölkeresnek, azok is szívesen jönnek. Na most, ha ez így találkozik, akkor ez sok mindent meghatároz, a jó irányt határozza meg. A legfontosabb, amiért én most is minden nap bejövök az intézetbe, azért, mert szeretem. Jó érzés az, mikor hazamegyek, és akkor tudom, hogy ezt-azt a feladatot elláttam, úgy gondolom, még el tudom látni, és addig szeretném csinálni, végezni, amíg ezt jó kedvel tudom. Amikor már nyűgös, amikor már nehéz, akkor ezt abba kell hagyni. Én most még nem tartok ott. Hogy ez holnap lesz, vagy azután, nem tudom, de annak örülök, amíg ez tarthat. Oh,
Vimó Brigitta vagyok, és én 10 éve végeztem a Kossuth Lajos gimnáziumban itt Cegléden, és ahol most itt vagyunk, ők pedig 50 éve végeztek, és egy osztálytalálkozón vettünk most részt, ahol egy kicsike kis szösszenetet mutattam be operett dalokból, meg ma is lágerekből. Igazából, ami ma aktuális, az első dalomnak például szerintem egy nagyon aktuális mondata, sose felejtsd el, hogy honnan jöttél, és szerintem ők ezt megfogadták, és nem is felejtették el, mert visszatértek ide. És én is visszatértem, mert Bognár Pista bácsi, aki szintén nyársapátnyi ti, mint én, és ő is 50 éve végzett, és ő hívott meg, hogy békén van, kedved itt valamit nekünk énekelni, és mondtam, hogy Pista bácsi, legyen kedvem, legyen már, tereszel a meglepetés, és mondtam, hogy jó, akkor egy dobozból kiugrok, és meglepi, és szerintem jól sikerült. Színésznő vagyok, de nem ez, ebből nem lehet megélni, és néha így eljárok fölnépegetni, énekelni ide-oda, és mellesleg van egy rendes emberi szakmám is. A gimiben azt imádtam a legjobban, amikor mindig rajzfaktra kellett menni a Rónai Gáborhoz, olyan kis művészlélek voltam már akkor is, meg a Lédeci Judit nénihez mentem énekarra. Igazából először ott énekeltem közösen. 10 évig voltam kórustag, és bejártuk egész Európát a leánykarral. És hála Istennek ott már bontakozott a hangom, és ezt adta a gimnázium nekem, ez a legfontosabb szerintem, hogy megmutatta, hogy lehet, hogy van valami a torkomban. Aztán megpróbáltam ezt a színészetet, és egy kicsit bejött. Az osztályfőnököm az édesapám volt, úgy hívják, hogy hívták sajnos már egy Tóth János. Nem volt könnyű beilleszkedni, amikor megtudták, hogy az osztályfőnöknek a fia vagyok, de nagyon rendesek voltak az osztálytársaim, és még hát az én hozzáállásom is úgy gondolom, hogy olyan volt, hogy befogadtak. Mindig keményen feleltetett, soha nem volt kivételezés, és mindig inkább többet kért és többet követelt tőlem, mint a többiektől, és ez meglátszott később a tanulmányomon is, mert a főiskolán sem volt gond az eredményekkel. Volt egy csíntevés, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Az ő szokása az volt, hogy nem naplóból feleltetett, hanem volt egy szótárfüzete, abba írta fel a gyerekeknek a nevét, és amikor feleltetett, egy karikát rajzolt a gyereknek a neve mellé. Most ezt előbb-utóbb kiszúrtuk, és mindenki kiszúrta. Most én azt csináltam otthon, hogy amikor nem figyelt, reggelenként, amikor más csinált, akkor táskáját kinyitottam, elővettem egy kis szótárfüzetét, és még néztem, hogy azokban az osztályokban, ahol tanít, kinek van karikája. És amikor én reggel, már akkor én elsős voltam a gimibe, mentem az iskolába, föl volt hívva a papírra, hogy mondjuk 4. C, Kovács Jóska, van neki biológiával egy karikája. 3. A, kis Pista, németből van neki egy karikája. És nekem ez föl volt írva. Na most képzeljétek el, hogy micsoda élmény volt nekem, mint kis elsősnek, a 3., 4. Diákok sorfala között fölmenni a 2. emeletig, és mindenki azt várta, hogy menjek, hogy van-e karikája a füzetbe, vagy nincs karikája. Most ők azt csinálták, hogy már akiknek van karikájuk, hogy vagy jelentette, hogy nem tudott fölkészülni, és akkor nem felelt, vagy pedig mire a biológia, vagy a német órája, vagy a francia órája volt, mert édesapám német biológia, franciaszakos tanár volt, addigra fölkészült. Na most ezt a csíntevést én nagyon sokat törtem a fejem, hogy miután elmegy nyugdíjba, megmondjam-e neki, nem mondtam meg. Valószínű, hogy rájött, tudta, ezt még ő nem mondta nekem. Tehát olyan hallgatólagos egyesség alakult így ki közöttünk. Pillanatnyilag hát én nem mondtam el neki, ő nem mondta el nekem, hogy ő tudja. Hát majd valamikor megbeszéljük. Szerettünk oda járni a gimnáziumba azért is, mert én már akkor úsztam, vízilabdáztam. Ott volt a szomszédban, tehát olyan, mint hogyha nem is változott volna semmi, csak a délelőtt az iskola, tehát a Rákóczi út egyik oldalán voltunk, délután meg a másikon. Tauber Gyuri barátunk volt, az édesapja volt, az úszómester, gyakorlatilag mi abban a
néhány száz négyzetméterben éltünk le azt a 4 évet. Gimnázium, uszoda, gimnázium, uszoda. Jó társaság volt, végül is 11 fiú volt, meg 29 lány, tehát azért jó volt az arány. Sportoltunk mindannyian, kézilabdáztunk, nagyon érdekes dolog volt, hogy 11 fiúból kézilabdába, kosárlabdába gimi bajnokságot nyertünk, pedig éppen hogy kiadtuk a csapatokat. Jó baráti társaság volt, sok volt a bejáró is, tehát a környező településekből, Karáról, Törtelről, Bercerről, Irsáról, akik még a mai napig közöttünk vannak, most az 50 éves találkozón is, tehát nem csak ceglédiek voltak. Nagyon sok kellemes élmény volt régi tanárokkal, Újveri Feri bácsival, testnevelést tanított nekünk, amikor a tornaterem sarkában lévő zongoránál a huszárgyerek szereti a táncot, a nótát zongoráztani, meg mint a cirkuszi lovak körbe trappoltunk a tornaterembe. Ezt nem lehet elfelejteni, nem lehet elfelejteni azt, amikor a udvaron atlétika tantárgyból futottunk, és még ezek a fölhúzós stopperek voltak a Feri bácsinak, és akkor lenyomta, közben lejárt, 4 másodpercnél megállt, és barátom futott, és kiabált neki lelke, hogy gyere Jankó, világ, csúcs! Az közben nem vett észre, hogy már megállt a stopper. Ilyenek voltak. Én akkor, amikor ott ültünk az első sorban, amit most az igazgató biztosította, 50 éves találkozó résztvevőinek. A talpam alatt ugyanaz a salak volt, ami 50 évvel ezelőtt. És akkor valahogy eszembe jutott, amikor mondjuk a Szegedi Radnóti Gimnáziumban, középiskolás kupában ezen a pályán kézlabda meccset játszottunk, és hát azóta elhunyt Árpi barátom, 2 méteres a kapus lába között ragyogóan ellőtt, és az átpattant a kapun, és ezzel lett döntett a meccs. Most lehet, hogy ünneprontás, de én ezekben a pillanatokban, amikor ez az ünnepség zajlott, én 50 évvel ezelőtt ott kézilabda meccset játszottam például gondolatban. Lehet, hogy furcsán hangzik, és jártuk az osztálytermeket, bementünk a régi terembe, a WC eszünkbe jutott, amikor dőlt ki a füst szünetbe. Felnőtt fejjel az ember teljesen másképp ítéli meg az akkori dolgokat, a tanárokat. Akkor nagyon szigorúnak, házártosnak érezte az ember. Most már így azt mondom, hogy köszönöm, hogy olyanok voltak, és kellett is velünk olyan keményen bánni sokszor, de a pedagógus pályának talán az egyik hátulütője, vagy szépség hibája, hogy akkor, abban a pillanatban, amikor ő tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy a nagy többsége a lelkit kiteszi azért, hogy most azt az ismeretanyagot előadja, megkövetelje, és akkor nem kapja meg azt az elismerést a diáktól, hogy igen, tanár úr, hát ezt tényleg így kellett csinálni, hanem minek kellett ezt megtanulni, és amikor már nem tudod neki megmondani, hogy köszönöm, akkor tudatosul benned, hogy ezt tényleg nagyon helyesen csinálta. Amikor az aranygyűrű átadás volt Barna bácsinak, ugye? Én megmondom őszintén, én biológia-kémia szakra nyertem fölvételt Szegedi Tudományegyetemre. Én Barotai Barnabás miatt mentem biológia-kémia szakra, mert ő tanította biológiát és kémiát, és szigorú volt, megkövetelt mindent, amit ő odadott, azt vissza is kérte. És
de hogy mondjam, ővel szemben soha nem, én most lehet, hogy azért, mert a biológiát mondjuk szerettem, és nyilván ő is látta rajtam ezt, hogy én szeretem ezt a tárgyat, lelkesedéssel tanultam, figyeltem órán, és ezt valahol ő értékelte. Tehát, de ugyanakkor szigorúan meg is követelte, tehát most nem volt olyan, hogy na most a Vas Gabi szereti a biológiát, meg szereti ezt a tantárgyat, akkor én most elnéző vagyok benne. Nem is igényeltem, tehát végül is nem is merült föl. Sőt, sokszor azt mondom, hogy az életben is úgy vagyunk, hogy azért követelek tőled, azért vagyok szigorú, mert szeretlek. Akit nem szeretek, az azt csinál, amit akar. Most lehet, hogy ez nem teljesen helyes, de valahol van benne igazság mindenképpen. Az a megtiszteltetés ért, hogy 1965-ben annak idején búcsúzó Ballagó diákként mondhattam először ezen az udvaron beszédet, és most minden emlék összejött, mert 25 évvel később, és ilyen formán 25 évvel ezelőtt szintén megkértek. Már akkor meghatottsággal álltam azon a megszokott gimnáziumi udvaron, mert hogy negyed század csak eltelt azóta, és most pedig hát borzongató, hogy fél évszázad után ismételten kaptam ezt a felkérést, és már 25 évvel ezelőtt egy kicsit úgy azon töprengtem, hogy elrontsuk mi öregek itt a fiatalok ballagását ezzel kapcsolatban. Citáltam itt Adi idézetet, hogy a rózsakoszorús ifjak, leányok között hervat rózsaszálainkat szétszórjuk, de hát a hívószónak nem tudtunk ellenállni, és tulajdonképpen jó érzés volt. Jó érzés volt újra itt lenni, látni a jelen generációt. Én érettségelnöként is vissza tudtam ide térni, és utaltam is most rá, hogy nem csak mi kaptunk sokat ettől a gimnáziumtól, hanem ott megbizonyosodtam arról, hogy most is sokat kapnak. Dr. Vámosi Nándor volt az első osztályfőnökünk, aki miatt én mondhatom talán, hogy magyar tanár lettem, középiskolai magyar tanár. Olyan fantasztikusan precíz ember volt, és annyi tudást öntött belénk, hogy a tanítványaim azóta el sem akarták hinni, hogy 7 nagy alakú vonalas füzet megtelt nekünk egy év alatt, amit ő diktált. De mert olyanokat diktált, ami bevette a szakirodalmat is. Tehát nálunk a 3-as közepes osztályzatú tanuló többet tudott, mint más osztályban, merem állítani a 4-es vagy az 5-ösnél is talán. Én ezeket a jegyzeteket, amiben szakirodalmat is belénk táplálta, szaktanárként éveken át tudtam használni. És valószínűleg, ha nem ő a tanárom, nem lettem volna magyar tanár, tehát megszeretette velem ezt a tárgyat. De ha most már a dolgozókról, fizikai dolgozókról van szó, elmeséltem többször később tanítványaimnak, hogy bizony a Kossuth Lajos gimnáziumban Cegléden ilyen hajópadló volt, amit olajjal öntöttek fel annak idején, és a sarokban egy szenes kályha volt. És a bácsi nevére már nem emlékszem, akinek az volt a feladata, hogy szünetekben bejött, rátette a szenet, megpiszkálta, jó széngázolt, kiment. És úgy hívtuk, hogy Kálhás bácsi, ellel egymás között, és azért, mert mindig azt mondta, hogy fiúk, menjetek ki, mert meg kell piszkálnom a kálhát. Hát közben én aztán megtanultam, hogy ez egy tájszólás, ahol az elipszilont ellenmondják, de a Kálhás bácsi például azóta is egy emlékezetes figura, miután már korszerűbb lett ugye a Ceglédi gimnázium is gázfűtéssel, és nem hajópadlóval. Szerintem ott történt egy nagy hiba az oktatásban, amikor volt egy olyan időszak, nehéz megkerülni a politikát, meg a neveket, amikor azt mondták, hogy a diáknak mindent szabad, a tanárnak meg semmit.
legyen diákombudsman, ugye, de a tanároknak nem kell a jogait védeni, és biztos emlékezetes az a kép sokak előtt, amikor a tévében sokszor bejátszották, hogy a srác kitépi kémia órán a csapot, és megfenyegeti a tanárt. És a tanár menekül. És akkor mit lehetett hallani rádióba, tévébe, sajtóba, hogy a tanárnak alkalmazkodnia kell a diákhoz, és hát megtalálni azt a módszert, hogy a diák lelkével hogy foglalkozzon. Ez szerintem az egy probléma, hogy ha a tanári tekintély megszűnik, akkor nehezebben lehet bírni a gyerekekkel, ha nekik mindent szabad, a tanároknak meg hát jószerűen semmit. Én azt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy gyerekek, ez úgy van, hogy egy focipályán a bírónak mindig igaza van. Ha nincs igaza, akkor is igaza van, mert egyébként nem folyhat a mérkőzés. Hát mindig eszembe jut, hogy Babicsnak, mint középiskolai tanárnak annak idején emeletes háza volt. Szekszárnak egy ma is elegáns kis terén, cselédje volt, tekintély volt, mint ahogy az érettségének is sokkal nagyobb tekintélye volt. Valószínűleg felhígult a tanárképzés is. Ugye, hát még olyat is mondtak, hogy akit máshova nem vettek föl főiskolára, ugye egyetemre, az esetleg még tanárnak bekerületett, el is nőiesedett a pálya, ezzel is visszaéltek a diákok. Tehát itt sincs minden rendben, ez kétségtelen, de nagy kárt tett ez a, hát vagy benne hagyják a szót, vagy nem, a liberális szemléletű oktatási vonulat, mert hát tekintély nélkül nem csak a futballpályán, hanem itt sem megy. Nyilvánvaló a tudás alapján is lehet tekintélyt szerezni, de nem véletlen, hogy így elvadultak a viszonyok azért sok iskolába, hogy Pesten például sok helyen rendőrökkel mennek be a tanárok, és rendőrök vannak a portán. És hát én például annak idején úgy gondoltam, hogy nekem tanítani kell egy iskolába, és nem fegyelmezni elsősorban. És bizony, hát sokszor fegyelmezéssel több energia ment el. 1947. március 30-án születtem Cegléden, a Bocskai utcai szülészeten, 4700 grammal, és az általános iskoláimat a Táncsics Mihály iskolába végeztem, tiszta fiúosztályban, majd a szeglédi Kossuth Lajos gimnázium első D-osztályába kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat, és ott is fejeztem be. Azután sikeres felvételi vizsgát nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karára, és 1971-ben sikeres orvosi államvizsgát tettem. A munkahelyem első módon Gyulán a megyei kórház korbonztani osztályán volt, ahol 2,5 éven át dolgoztam, majd a szülészeti osztályra kerültem, onnan 1999-ben klinikai onkológia szakvizsgát tettem, és 15 éven át a megyei onkológiai gondozót vezettem. Én arra emlékszem, hogy abban az osztályban, a második emeleten, a legsarki osztályban 3 oszlopban voltak padok, és én az ajtó melletti padsorn a második helyén kerültem egy Jakab Endre nevezetű fiúval egy padba. A legnagyobb döbbenetem az volt, amikor a felmérő dolgozatok értékelésénél, a 43-an voltunk egy osztályban, 22 leány és 21 fiú, és nekem, hála a jó Istenek, minden felmérő dolgozatom nagyon jól sikerült, úgyhogy úgy tűnt, hogy ma az első évben ott az osztály éltanulai közé kerültem, de a második évben meglepett az, hogy az én pattársam, ez a Jakab Endre nevű, mivel az édesapja és a bátyja is építészek voltak, átiratkozott a szegedi Vedres középiskolába, szakközépiskolába, ahol ő aztán végzett, de mi továbbra is barátok maradtunk, de ebben az osztályban egy pártvonalon értékesülő, vagy értékelő, vagy
érvényesülő ember volt néhány hónapig az osztályfőnökünk, majd ő aztán a párbizottságra került valamilyen szervező munkába, és helyette megkaptuk Barótai Barnabást, aki szinte apánként, testvérünként, családtagként kezelt bennünket, és első kísérleti osztályként mi egy ilyen 5+1-es politechnikai osztályt jártunk, humántagozaton, ahol ez azt jelentette, hogy latin nyelvet és orosz nyelvet tanultunk, és a humántartárgyak voltak előtérben, elsődlegesen biológia és a többi. És a szerdai napokat pedig a Kecskés-Sárdai Állami Gazdaságban mezőgazdasági gyakorlatként töltöttünk el, reggel 8:30 vonattal mentünk, és délután 2:30 vonattal onnan haza. Tudomásom szerint, a mai napi tudomásom szerint 7-en haltak meg 43-ból, és én reméltem, hogy ha nem is 35-en, de legalább 20-25-en el fognak jönni. Sajnos nem jöttünk el, csak 9-en vagy 10-en. Én egy összetartóbb, barátibb, családiasabb társaságnak gondoltam a mi 4D osztályunkat, ahogy elváltunk egymástól. Sajnos már az első 5 éves találkozónkor is lanyha érdeklődést tapasztaltam, ami sajnos a továbbiakban átmenetileg erősödött, de úgy tűnik, hogy továbbra is kihúnyt ez a közösségi lét, közösségi érdeklődés. Ennek elsősorban úgy gondolom, hogy a betegségek, a különböző betegségek, kórházi ápolások, mozgáskorlátozottság, esetlegesen a társtalanság, a közösségi élet érdeklődés iránti csökkenés, fásultság, esetlegesen a nyugdíjas élet pénztelensége, sok minden egyéb gond lehetett. Beszélgettem a főnökkel, ő külön üdvözölt engem, mint személyt, mert 5 évvel ezelőtt nem tudtam itt lenni egy egyéb fontosabb társadalmi elfoglaltság miatt a találkozón, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat most is. Én őtőle a ballagás után kértem egy szívességet, mégpedig azt, hogy a Gaudamus igitur nevű ballagási nótának csak a két első verszakát énekeltük a ballagás során, és tudtam, hogy annak 4 verszaka van, és megkértem, hogy ha ezt meg tudja, szerezze meg nekem. Néhány nap múlva érkezett a levél, és mind a 4 verszak az őse írásával, kézírásával a birtokomban van, abból most csináltam 70 másolatot, és minden jelenleg itt lévő kortársamnak adtam belőle egy példányt. A mai napnak az előzménye az 25 éve ezelőtt volt, mert 25 éve ezelőtt volt a 25 éves találkozó, és a 25 éves találkozón mondták el az évfolyamtársak, hogy találkozunk 25 év múlva, ha megérjük. De azt is el kell mondani, hogy sajnos sokan nem érték meg, mert 159-en érettségiztünk, még a 25-en ott sokan ott voltunk, most már jelentősen megfogyott a létszám, és tulajdonképpen a mai napnak a szervezése, ez több mint egy éve kezdődött el, amikor is ugye a 4 osztályt össze kellett fogni, ott is voltak, akik ugye már nem vállalták azt a saját osztályoknak a szervezését, mert ugye úgy épült fel az egész, hogy volt A, B, C, D, minden osztályban volt egy vagy kettő, aki összefogta a társaságot, hát hiszen én ennyi embert nem tudtam volna, hanem csak azt a összesen 8-10 embert kellett összefognom, ami minden osztályban volt a 2-3, aki mozgatta a többi 20-25-et. És így indult el az egész. És én nekem most már ez a jó eső érzés, amikor már vége fele vagyunk, hogy én úgy érzem, hogy egy sikeres napon leszünk túl, több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy 50 éve sokan nem láttuk egymást, és újból láttuk, ballaktunk. Visszaemlékeztünk azokra a pedagógusokra, tanárokra, meg volt osztálytársakra, akik már sajnos nincsenek köztünk, és természetesen az egy öröm volt, hogy egy olyan pedagógus vagy osztályfőnök kapta most az aranygyűrűt, aki tulajdonképpen az több mint 3 évtizeden keresztül, 35 éven keresztül a Ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumnak volt a tanára. Hát tulajdonképpen úgy volt, ugye, hogy 3 órától jött
minden osztálynak ki volt jelölve, a földszinten egy osztályterme, hiszen hát azért már sokan egyrészt mozgáskorlátozottak, meg hát csak eljárt az idő felettünk, mert azért 68-69 évesek vagyunk, és így a földszinten az igazgató úr volt, és olyan kedves, hogy ott jelölte ki, minden osztály előtt ki volt téve az osztálynak a tablója, és akkor abban az osztályban foglaltuk el a helyünket, és utána ugye onnan mentünk az ünnepélyes ballagásra, aki akart ballagot, aki nem, az meg csak kiballagott az udvarra. Hát hiszen az udvaron jött, hát ott meg volt a helyünk, tehát le tudtunk ülni, és le tudtak ülni a volt lányok, fiúk, és ott tudtuk végignézni, vagy végighallgatni azokat a köszöntőket, előadás, vagy véleményeket, amit az igazgató úr, illetőleg hát a mostani osztálytársak mondtak el az elmúlt 50 évről. Itt olyan barátságok alakultak ki, itt láthatjátok is, hogy ami egy év, tehát évtizedek óta, tehát voltunk, nekem egy osztálytársam volt a fiamnak a keresztapja. Ő már nincs. De ugyanakkor van olyan itten, akkornak a lakodalmában ott voltunk, meg ők is itt voltak, meg a 40 éves házasság évfordulón is ott voltunk, meg ők is itt voltak. Tehát egy élete szóló barátságok kötődtek. Volt egy osztály volt, aki 60 éves találkozója volt, ez a Túri főorvos úréknak az osztálya volt, és mi is azt szeretnénk, hogyha 4 évfolyam, 10 év múlva a 60-adikon találkoznánk.